Az úrnak az az üzenete jött elém és a, a szívembe, hogy azok a kérdések, amik feszítőleg ott vannak a, a szívünkben, hogy miért uram, vagy éppen azt, hogy miért éppen velem, hogyan is van ez, hogyan lehet a hitemet összeegyeztetni a hétköznapokkal, azok szembesülhessünk, és lássuk meg, hogy Istennek ezekkel is terve van. Bemerítő Jánosról olvastunk, arról, aki egyébként igeversek is elhangzottak vele kapcsolatban, az ő munkájával kapcsolatban. Jézus előtt járt, ő készítette elő azt a, az utat, amelyet később Jézus betöltött teljesen. Egy nagyon fontos elhívása volt, nagyon fontos szolgálata. Igazából az, hogy Isten népét Előkészítse az ő szívüket, lelküket arra, hogy fogadják majd Jézus Krisztust. És igen, sokak így tettek. A tanítványok közül jó néhányan olyanok voltak, akik Jánosnál jelentek meg először. Az ő szavát hallották meg először, nem volt például Péter és András is, és így ismerték meg utána Jézus Krisztust. Az advent azt jelenti, hogy eljön az úr. Hiszen már eljött, azt ünnepeljük karácsonykor, és eljön mindazoknak az életébe, akik behívják, és el fog jönni, úgy, mint királyok, királya, uraknak, ura, mint a mindenségnek a teremtője, és az ő elővetele biztos. Jakab levelen 5. rész, 7.-8. verse azt mondja, hogy ez az időszak. Számunkra viszont a várakozás és a türelem ideje. Legyünk türelemmel, testvéreim, az Úr eljövetel égé, ma földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késő esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Vagyis pont akkor érkezik meg, amikor szükséges. Mindahogyan vetésből is, akkor lesz majd érett termés, amikor eljön az ideje. Sok mindennél értjük ezt, hogy hogyan is várakozzunk a megfelelő munkákat elvégezve. Az Isten eljövetelével, az Úr eljövetelével pontosan így van. Akkor tudjuk várni, jól várni, amikor pontosan abba a feladatba, szolgálatba, élethelyzetbe vagyunk benne, amit Isten a szívünkre helyezett, amit ő készített el számunkra. De akkor is, mit kezdünk azokkal a kérdéseinkkel, amit közben támadnak? Hívő emberként, vagy éppen Isten kereső emberként? Hogy hogy lehetséges ez, uram? Ha te tényleg itt vagy velem, vagy tényleg szeretsz engem, akkor ez és ez miért történt, vagy miért lettem beteg? Miért tört össze a kocsim? Miért vesztettem el a munkahelyemet? Vagy miért van ilyen családi konfliktus az életünkben? Rengeteg kérdésünk lehet. Lukács 7. rész felolvasott, a 19. versben olvasjuk azt, hogy maga bemerítő János, aki egyébként tudta ki Jézus, hiszen találkozott vele, ő merítette be, látta a megnyílt eget, amikor galam formájában szentrélek rászállt Jézus Krisztusra. Ott volt. Mégis ez a kérdés megfogta a szívét. Nem tudta elengedni. Te vagy -e tényleg Jézus, az eljövendő, vagy mást várjunk. Mi volt ennek a hátterébe? Hogy lehet az, hogy a hívő ember elbizonytalanodik? Nem egyáltalán abban, hogy van-e Isten, vagy hogy hiszek-e benne, hanem hogy, hogy a mindennapi életemben ez milyen hatás. Tényleg segít -e rajta? Mi történt bemerítő Jánossal? Azt olvassuk Máté Evangélium 11. rész második verse segít ebben talán jobban megértenünk. János pedig, amikor hallott, a börtönben Krisztus cselekedetéről elküldte tanítványait, és hát ugyanúgy folytatódik ez, hogy te vagy e az eljövendő. Börtönben van. Szenvedéseket kell kiállnia, teljesen igazságtalanul. Ő, aki Isten kezében volt végig, az ő követeként élte meg az egész életét. Mindent odaszánt. A pusztában élt, aztán nagy erővel, hatalommal szólította meg Izrael népét, és hallgattak rá sokan, Mégis a király elfogadta, és börtönbe vetette. Úgy érezte, hogy ez valami igazságtalan. És mi volt a legnagyobb nehézsége? Hogy nem jött Jézus segíteni. Nem jött, hogy kinyissa az árakat. Másokon segített, rajta nem. Másokat meggyógyított, kiszabadított, feltámasztott, és ő meg ott szenvedett a börtönbe. És igen, ilyenkor ott lesznek ezek a kérdések a hívő életünkben, amikor ott fekszünk a beteg ágyon. Vagy éppen egy szerettünk lesz beteg. Amikor valakit el kell engednünk. Vagy éppen tényleg nehézségek, tragédiák történnek, olyan szerencsétlenségek. Ilyenkor előkerülnek a szívünkből ezek a kérdések, hogy te vagy az Uram, tényleg segítesz rajtam? Valamit más várjak mégis? Te nem fogsz semmit csinálni, akkor valamit én csináljak? Próbálják kiszabadulni a börtönből? Lesznek és vannak ilyen kínzó kérdéseink. És ne hidd azt, hogy ez mással nem fog megtörténni. Még azt sem hidd, hogy ez azt jelenti, hogy itt a vég, és te hitetlen lettél, mert nem. Igenis, minden kritikus helyzet, minden nehéz helyzet, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, előhozzák ezt a fajta hitetlenségünket. Ezeket a kérdéseket. És amikor Jézust várjuk, akkor ezekkel szembe kell néznünk, hogy megoldást is találhassunk rá. A hitünket megrendelt krízis okozó helyzetek mindig kérdéseket fognak felvetni. És a legfontosabb azt, hogy ezt hogyan is tálom, mit csinálok ebben. Nagyon nagy baj, ha ezt elpróbálod takarni, még magad előtt is. Szégyelleni kezded, és azt mondod, hogy hát én ilyen szerencsétlen vagyok, sem jól, a jó dolgaim sem mennek jól, még az Istennel sem vagyok jóban, és megpróbálom az egészet szégyenemben elvonulni a testvérek elől, a gyülekezet elől, az Isten elől, és egyszerűen úgy bezárkózni, begubozni mert akkor legalább ott, ott el vagyok, senki sem fog engem piszkálni. Ezeket a kérdéseket nem szabad elnyomni, akkor is ott lesznek. Nem is szabad úgy tenni, mintha, mintha nem lenne ilyen kérdés az életünkben. Szembe kell nézni ezekkel. Voltak a saját életünkben, a család életünkben is olyan események, amikre egyértelműen mások azt mondták, hogy ez tragédia. Akkor is, amikor a saját gyermekünket kellett eltemetni, vagy az unokáinkat. Ezek olyan helyzetek voltak, amikor szembe kellett nézni ezekkel a kérdésekkel a saját életünkben. És annyira jó, hogy nem letagadni kell ezeket. Nem azt mondani, hogy nekünk ez nem probléma. És nincs kérdésünk az Isten felé, hogy Uram, miért nem? Úgy lett, ahogy szerettünk, valahogy imádkoztunk, hogy gyógyuljon meg, hogy maradjon életben. Ezeken át kell menni, ezeken a nehézségeken, hogy megtapasztaljam azt is, hogy az Isten hogyan fog átölelni, hogyan fog megsegíteni. Mert ha nem ezt teszem, megpróbálom úgy tenni, mintha minden rendben lenne, láttam erre nem egy esetet, akkor az nagyon tönkre az életünket. Megjátszom, mintha rendben lenne, mintha nekem nem lenne problémám ezzel, és valójában belül megemészt. Isten nem akarja, hogy a szívünkkel legyen probléma. Nem akarja, hogy a szívünkbe ott valami tönkre menjen, vagy, vagy tönkre tegyen bennünket. Szembe kell ezzel nézni, és nagyon komolyan venni. Jobb könyvét, ha valaki szereti, nem éppen karácsonyi történet, de mivel tudjuk mi már, hogy... Jó vége lesz, érdemes elolvasni. Az az emberi szenvedésről szól. A mérhetetlen szenvedésről, az igazságtalan szenvedésről, és az értelmetlennek látszó szenvedésről. Ami mögött látszik, hogy mindig van valami. Nem biztos, hogy Isten jó terve vagy jó akarata, de mégis ott van mögötte. És jobbot soha nem engedte ki a kezéből. Mint ahogy a jobb sem engedte el. Istennek a kezét, és ezért tartotta meg az Úr. A Máti 17-17-ben egy nagyon érdekes dolgot olvasunk. Talán ez az egyetlen egy, amikor Jézus is elmondja az ő kérdéseit, kérdéseit a nehézségei között. Jézus így válaszolt, ó, hitetten és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Neki is volt kérdése a szenvedései között. A hitetlenség között, hogy, hogy mennyire nehéz ez. Nem, nem, nem az a bűn, ha ilyen kérdések ott vannak a szívedbe, vagy nem ez a gond. Mert a bűn lenne, akkor Jézusnak is problémája lett volna ezzel. Nem. Az, hogyha ezeket nem viszed a megfelelő helyre. És bemerítő Jánosnak a történetében az a csodálatos minden nehézség ellenére, és ő tudjuk, hogy az ő életének a vége nem földi életemben nem jó véglet, nem happy end. Pont ellenkezőleg. Olyan, amit nem várt volna senki, és még a király, aki azért mégiscsak meg akarta őt menteni, még ő is bele a saját csapdájába. De az Istennek a legjobb terve valósult mégis bemerítő Jánossal meg. Az, amit el kellett neki végezni, és el kellett készítenie. Ne embereket vádolj, vagy tőlük várj választ, amikor ilyen kéréseket vannak. Mert nagyon sokszor, amikor ilyen nehézségekbe esünk, akkor keressük a bűnösöket. Ki a hibás ezért? Bemerítő János föl tudta volna pontosan sorolni, meg tudta volna nevezni, hogy ki a hibás azért. De most nem ez volt a kérdés, hanem hogy az Úr miért nem segít neki. Az egy zsákutca, amikor embereket próbálsz hibáztatni. Nem semmilyen megoldást nem hoz az életedbe a kérdéseiddel. Még az sem, amikor emberektől akarsz mindenáron erre megoldást vagy választ az ilyen kínzó kérdésekre. Ezek azok, amelyeket csak úgy lehet, hogyha bátran bevonom Istent, ezekbe a kérdésekbe, tőle kérdezem meg. Lehet, hogy embereken keresztül, emberek segítségével, mindahogyan bemerítő János is a tanítványait hívta, ő nem mehetett el, megosztotta ezeket a kínzó kérdéseit. Szégyelhette volna talán, de nem azt tette, mert neki nagyon fontos voltak. Ezeket utána kellett járni. A hívő ember az nem hiszékeny, az utána fog járni annak, hogy mi az igazság. És el kell jutni egészen az Istenig, egészen a forrásig, hogy az igazságot megtaláljam. Emberek bizonságtételén túl. Nagyon sokan úgy tértünk meg, hogy hallottunk másokat, és ez elkezdett vonzani bennünket, de nagyon kevés lett volna ha valakinek, egy embernek hittem volna, és nem az Istennek. Kérdéseinkkel el kell jutni hozzá. Kérdezz meg az Urat, és várj a válaszára. Bemerítő János is ezt tette. Megkérdezte, és a a 7. rész 22. versében olvassuk azt, hogy Jézus válaszolt. Csak el ne felejtsük, hogy e között, most éppen Berémítő János esetében napok teltek el, lehet, hogy hetek, míg elmentek a tanítványi, megtalálták Jézust, megküldte vált, és visszamentek Bemerítő Jánoshoz. Érdemes várni az Úr válaszára. Érdemes várni arra, hogy a kérdéseinkre, amiket nem eltitkolunk, hanem neki teszünk föl, azzal együtt, hogy lehet, hogy embereket is így bevonunk, hogy segítsenek, hogy őtől -e kapjunk választ. Lehet, hogy nem azt vár, kapjuk. Bemerítő János valószínűleg nem ezt a választ várta. Még azt se tudjuk, hogy meg volt-e elégedve ezzel. De ez volt az Isteni válasz. Mi volt a lényeg, hogy az Isten munkája tovább folytatódik. És ebben te is benne vagy. Azzal a nehézséggel együtt, amit át kell, hogy éljen. Néha az a válasz, amit az Istentől kapunk, amit az Istentől kapunk, nem azonnal lesz a kedvünkre való. Nem azonnal fogjuk megérteni. De el ne felejtsük sohasem, hogy Isten örök életben gondolkodik. Nem, nem abba 10-20-70 évben, amit megélsz. Nem abba. Te most csak addig látsz el. Hitáltal talán tovább. Minél jobban használod a hitedet, Isten szeretetét, annál messzebb látsz, és annál kevésbé zavar az a jelenlegi dolog. Fájni fog, kérdések lesznek, csak tovább látsz ennél. Isten mindig a teljes életbe gondolkodik, és a válasza is erre szólnak. Hogy az ő országa az épül, és te is ennek a része vagy része lehetsz, meg kell várni a válaszát. Aztán egy másik fontos dolog, amit Lukács 7.23 az utolsó versben, amit olvastunk, boldog, aki nem botránkozik meg. A megbotránkozás a szó szerint a megbotlást jelenti. Legtöbbször arról van szó, hogy megbotránkozunk valakin, kiakadunk valakin, az olyan, hogy mások rosszat tettek, és az nekünk nem tetszik, elítéljük, kiakadunk rajta. Körülbelül ezt értjük a megbotránkozáson. Nem úgy viselkednek, nem úgy tesznek, ahogy mi szeretnénk. De minden megbotránkozás közben egy megbotlás is. Azt jelenti, hogy azon, hogy az, ahogy kiakadok, nem csak ő kerül rossz helyzetbe, vagy nem őt ítélem el, hanem magamat is, én magam botlok meg. Nekem lesz problémám ebből, szó szerint egyébként egy ilyen csapdába esést jelent. Egy megbotlást. Mikor szűnik meg a lelkemnek ez a megbotránkozása, botladozása? Hogy boldog legyen az Istenbe. Jobb egy, 22-ben az idézet jobb könyvéből csak nézzünk bele. Még ebben a helyzetben sem védkezett jobb már, mert mikor minden szerencsétlenség rázódult és nem követett el megbotránkoztató dolgot az Isten ellen. Jó végig panaszkodott az Istennek. Föltette az összes kínzó kérdését. Tele volt keserűséggel, hogy, hogy Isten nem úgy intézte a dolgait, mint ahogyan szerinte igazságos lett volna. Nem értette az összefüggéseket. Fogalma se volt, hogy mi miért történik vele. De egyet nem engedett meg magának, hogy Isten elítéljezett. Nem engedte meg, hogy megbotránkozzon olyanon, ami az ő gondolatai szerint vannak. megbotránkozásnak vannak komoly veszélyei. Az, hogy a szívünk akár ezt megteszi, akár másokkal szembe. Máté 13.57-58-ban azt olvasjuk, és megbotránkoznak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk, sehol sem vetik meg a profétát, csak saját hazájában, és a maga házában. Az az egyik probléma, alapja a megbotránkozásnak, amikor az emberi gondolkodásom sokkal fontosabb lesz, vagy a saját véleményem, mint az Istennek a munkája. Amikor valakiben, valakikben csak azt látom, hogy hozzám mérve az én véleményem szerint hol, tehát és nem látom az Isten munkáját. És Jézus pont ezt üzente meg bemerítő Jánosnak. Nézd meg az Isten munkáját. Lásd a saját helyzeteden túl, hogy az Isten munkálkodik. Téged sem hagyott el, akkor sem, hogyha most így érzed. Ezért mondja a saját hazában. Nagyon nehéz egy családban, amikor együtt vagyunk és látjuk a hibáinkat, a bűneinket, meglátni azt, hogy a másikban mégis munkálkodik az Úr. A feleségemben, a férjemben, a gyerekeimben. Miközben még egyszer látom a hibáimat, és ki is akasztanak látni azt, hogy az Isten mégis e, dolgozik és munkálkodik. Másik, a 18.6.7-ben ennek a másik veszélye, aki akik pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem jobbannak, ha malom követkötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történnek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Itt fordítva a másik oldal. Amikor én teszek olyat, hogy valakit ezzel csapdába csalok, főleg a lelki kicsinyeket. Van egy nagyon érdekes közmondás, egy latin eredetű, ugye, amit szabad Jupiternek nem szabad a kisökörnek, ez a Jovi és a Bóvi esete. Uh, nagyon nagy baj, amikor azt gondolom, hogy ez működik. Hogy van olyan, amit nekem szabad, de másokon számunk életek. Felnőttként, most, vagy éretként, vagy a, 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 amit én magamról gondolok, megtehetek valamit, pedig pontosan tudom, hogy nem lenne szabad. És ebben másokat csapdába csalok, mert ők is ugyanezt fogják tenni. Vagy azt látják, hogy hogy akkor ők is megtehetik. Ez a megbotránkoztatás. Nem az, hogy kiakadnak egyszerűen, hanem törbe csalom az életemmel a valódi szeretetnek hatalmas ereje van a botlások fölött is. Egy János 2.10-ben olvassuk azt, hogy aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. A szeretet sok mindenre gyógyír, például a félelmeinkre is, de arra is, hogy nem botránkoztassunk meg másokat, tehát ne tegyek olyat, hogy ők elessenek az én cselekedet, az én gondolkodásom miatt, de fordítva is, hogy én se essek ebbe másokkal kapcsolatban. Nem lehet másképp, mint hogy jobban szeretem őket, mint amennyire kiakadok rajtuk. Pont egyébként a gyermekeinknél ezt nagyon jól megéljük. Rendkívül sok zavaró dolgot tesznek, nagyon finoman szólva, olyan, amik nagyon kiakadnak a szülők, de jobban szeretik őket. Azért nem zavarják el otthonról őket, nem csapják agyon őket. Pedig néha nagyon úgy érezzük belőről, hogy megértemelnék, Isten pontosan így szeret bennünket. Rengeteg kiakasztó dolgot teszek, és mégis szeret. Nem azt mondja, hogy azok jók, amik rosszat tettem, de nem elítél, hanem megpróbál segíteni még mindig. Ez a nagy különbség. A szeretet megpróbál segíteni, megbotránkozása csak kiakad és elítél. Ebből szeretne kiemelni bennünket, hogy boldogok, akik meg nem botránkoznak. Ne csak azt lásd meg, hogy egyébként, hogy Isten mit végez, hanem vegyél is részt Isten csodálatos munkájában. Mert Isten munkálkodik. Múlt héten láthattuk bemerítésben is azt, hogy ma is a mai embernek az életében Isten tud ilyen változást van. Ha van időd, van erőd és van pénzed, bármi, valami is, és ha más nincs, akkor időd valószínűleg használt szeretetből. Egy feladatot szeretnék rátok készíts egy listát arról, már mintha a szívedben ezt re igen tudsz mondani, amin rajtam, rajtam, rajtad keresztül akar Isten megtenni most karácsonyig. Tehát lista arról, amikor elcsöndesed, és azt mondom, uram, mi az, amire nem gondoltam? Nincs benne családi gondolkodásunkban arra, hogy vendéget fogadunk a családunkba, de mégis te meg tudsz tenni, és meg akarsz tenni következő időszakban. Az Efézus 2.10-ben azt olvasok, hogy vannak Istennek ilyen tervei, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Kéri egy párat ilyet az Istentől. Hát, ha valami csodát élsz át, hogy az Isten munkájában benne leszel te is, nem csak másokban láthatod majd, hanem te magad átéled. Legyen egy ilyen legalább. Ugyanígy egy másikat, hogy küld Istentől nyert üzenetet, Istentől kapott üzenetet azoknak, akiket a lélek elét Kezd el egyetlen egy emberre, akiket az Isten a, a szívedre helyez. Hiszen áldást kaptam, kaptál, kaptunk, áldást örököltünk azért, hogy áldást mondjunk. Mert megbotránkozni egy dologon tudunk, kiakadni is, elmondani a rossz híreket. De mi van, amikor Isten azért adott neked áldást, hogy ezt az áldást is áthat. Ne csak terheket, nyomorúságot vagy átkokat, hanem áldást, amit tőled kapott. Küldj olyan üzenetet, olyan levelet vagy írást, amit az Isten a szívedre Egy valakinek legalább, akit tudod, hogy meg kell tenned, mert az Úr biztatott rá. Vagy éppen Kérdezd meg az Urat, hogy kit kell meglátogatnod. Nem azokat, akik családtagok feltétlenül, mert ők is meg fognak látogatni téged, az teljesen természetes. De azon kívül, ezen a körön kívül, ki az, akit Isten rádbízott most? Egy ember? Egy beteg? Testileg vagy, vagy lelkileg? Aki el kell menned csak, csak egy kis időre, hogy meglátogass. Azt olvasjuk a, az utolsó ítéletről, hogy ez a Máté 25. részében, ez az előző ige, az egy Péter az áldás, mert éheztem és ennen mattatok, szomjaztam és innom mattatok, jövevény voltam és befogadtatok, és akkor 20, még a 30, mert mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Ki ezt kell eljutnod? Ki az, aki itt Isten így a, úgy a szívedre helyez? Azért, mert Isten szeretet. Tervezd be, tedd meg, és ne várj másra. Ne várj másra, hogy majd más megcsinálja helyetted. Mert ez a te szolgálatod, a te munkád, a te életed. Légy benne az Isten munkájába. Élvez azt, amit Jézus megüzent, hogy Isten munkálkodik. Légy része ennek. Ne kívülről lást, hanem benne. Ez az Advent üzenete, hogy ő eljön, de addig is veled együtt fordítva te szolgálhatsz, te benne lehetsz az Úr munkájába, hogy te csatlakozz hozzá. Adja meg ezt az örömet az Úr, és adja meg annak a jó bizonságát, hogy a kérdéseinken, a kínzó kérdéseinken túl végén meg benne legyünk teljesen az Isten munkájába. Amen.